18 évvel ezelőtt alapítottuk a céget, ez egy családi vállalkozás. Igazából a szüleimnek akartam egy alapötvészkereskedőki céget létrehozni, amiből ez lett, ez nőtte ki magát. A termékpaletta az hogyan fejlődött az idők során? Hát mi alapvetően dízelmotor alkatrészekkel kezdtünk kereskedni 18 évvel ezelőtt, John Deere, Perkins, Lloyd és így tovább, és ahhoz jöttek hozzá a gépek. Először ez a finn Tavam gépcsaláddal kezdtünk el foglalkozni 17 éve, utána hozzájött az olasz Fenieri, és szépen sorban most több mint 100 beszállítónk a világ minden részéről. A mezőgazdaságban dolgozók számára milyen gépeket, benzéket tudnak kínálni? Hát mi a mezőgazdaságban elsősorban szivattyút, illetve rakodógépeket. DLC teleszkópos rakodóknak vagyunk mi a magyar importőre, az olasz Fenieri derékcsukolós homlokrakodókat mezőgazdaságban, illetve a finn Avant gépeket a 100 féle munkaeszközzel, ami hozzájuk csatolható. Robbanomotor a szivattyúk, merülőmotor a szivattyúk, daraboló szivattyúk sejtés telepekre és itt van. Dízelmotor alkatrészekben pedig a erőgépekbe levő dízelmotorok alkatrészei. Dízelmotor alkatrészben mi látjuk el gyakorlatilag a magyar motorfelújítók 70-80%-át a motorfelújítással szükséges alkatrészekkel, főtengely, dugattyú, tömítéskészlet. És nyilván a mi gépeinket mi szervizeljük az országban, kiszálló szervizekkel, 3 kiszálló szervizautónk van, 6 szerelünk, meg nyilván van saját szervizünk Budapesten. Mi az építőiparban vagyunk aktívabbak, tehát a forgalmunk 80-90% az építőiparban jön. És ott viszont a magas építéstől a mélyépítésig, a betontechnológiáig minden, amit csak el tudnak képzelni. A cellőpezőgéptől elkezdve a betonlehúzó, vibrációs gerendáig minden. Tömörítőgépek, minden. A partnerek részéről van esetleg olyan visszajelzés, amikor ők kérnek valamilyen gépet, berendezést, ami a munkájukat segíteni? Hát nekünk így épült fel a termékkínálatunk, hogy a rendszeresen visszatérő vevőink igényei alapján fejlesztettem a beszállítóikat. Tehát erre épül az, hogy most 100 beszállítónk van, az annak köszönhető, hogyha valamit tőlem egy fontos partnerem kér, hogy ajánljak ki neki, akkor addig megyek még ezt, meg nem tudom tenni. Mindig, amikor egy-egy új megkeresés érkezik, akkor próbálok keresni egy megfelelő technológiát arra a feladatra, és hogyha ez beválik, és jó, akkor fölveszük beszállítói körbe. Így alakult ki a mai 100 beszállítóval álló beszállítói hálózatunk. Vannak a szerződött szervizpartnereink, a Targonca szervizre, egyszerűbb szervizfeladatokra, meg hát vannak viszontaladóink, szivattyú viszontaladóink, a teleszkópos rakodókhoz vannak viszontaladóink, de alapvetően mi Budapestről dolgozunk. Mi az égvilágon mindenféle szállítást használunk, tehát postacsomaggal, futárszolgálattal küldjük ki a kisebb gépeket, a nagyobbakat nyilván kiszállítjuk, ha van rá igény. Ez teljesen a vevő igény lehetősége szerint van szabályozva, és természetesen az egész országban szállítunk. Van esetleg ebből az évben valami különlegesség, amit tudnak kínálni? Az összes beszállítónk ugye folyamatosan fejleszt, és mindig új vannak meg a gépei, és állandóan vannak újdonságaink. Tehát az elektromos meghajtása, Avant kisgéptől a legújabb variátoros 100% motor teljesítményt kiadni tudó teleszkópos rakodóig, folyamatos állandó a fejlesztés. A finn termékcsalád mennyire tart otthon itt Magyarországon? Igazából ez a finn Avant gépcsalád az, ami a legelső beszállítónk volt, és a legelső olyan termékünk, ami lassan úgymond eladja magát a nevével, vagyis a célpiacokon, ami elsősorban kertépítés, kisebb farmgazdaságoknak, tárgyakitalás, fenntartási feladatok, minden, lovászatoknak gyakorlatilag szinte mindenkinek Avantja van. Ez a szívem csiska, hogy mondja, az Avant gépek abszolút sikeresek. Hát ők egy 95-ben alakult kis cég volt, egy nálam picivel idősebb mérnök csinálta meg, és majd gyakorlatilag a 1 és 2 tonna közötti gépekben ők a világ elsők. Évi 6000 darabot gyártanak. És mi olyan évi 50-et tudunk eladni, 50-60-at, ami a magyar piac vásárlói erejéhez képest egy jó eredménynek tekintető. Az működik esetleg, hogyha egy érdeklődő be akarja nézni a gépet működés közben, vagy ki akarja próbálni, van-e lehetősége? Természetesen, hát próbáljuk, amennyire lehet fölcsábítani hozzánk az érdeklődőket, mert össze tudja hasonlítani az összes gépünket, van egy tesztelep, valaki tudja próbálni. Hogyha nem akarnak olyan nagyobb távolságra utaznak, akkor természetesen adunk referenciahelyeket, ahol hasonló gépek már használatban vannak, mint amilyen iránt érdeklődnek. És hogyha arról van szó, hogy ragaszkodik, hogy a saját körülményei között próbálja ki, akkor természetesen azt is megszervezzük, hogy kivisszük a gépet és kipróbáljuk nálunk.